Üdvözlöm Önöket, kezdődik a krónika, jöjjenek a részletek! A miskolci tömegközlekedés jó gyakorlatait már az olaszok, a spanyolok és a svédek is ismerik, de híre ment Romániában is. Mérföldkőhöz érkezett az a nemzetközi projekt, amelyben 5 európai város, köztük Miskolc is részt vesz. A spanyolok például a valós idejű utastájékoztatást és a villamos előnyben részesítését vezethetik be miskolci mintára. Villamos érkezik az egyik belvárosi megállóba, és ha tovább indul, a lámpa ritkán állítja meg. A villamos előnyben részesítése csak az egyik, ami évek óta sikerrel működik a közlekedési társaságnál. Miközben már a természetessé vált, hogy minden buszon és villamoson ingyenes a wifi, hogy valós idejű az utastájékoztatás, és hogy egyes járatok igény szerint indulnak. Mindez öt ország benevezett 9-9 jó gyakorlattal, ami a többi országnak is például szolgálhat. Egymás jó gyakorlatait Miskolc mellette egy olasz, egy spanyol, egy svéd és egy román város képviselői ismerhették meg. Így jutott el Miskolc például az olaszországi Camerinóba, ahol az igényvezérelt zójáratot mutatták be. Az egyes országok szerveztek olyan eseményeket a többi ország képviselőinek és szakértőinek, amelyeken ezek a gyakorlatok részletesen megtekinthetők voltak. Kérdéseket lehetett feltenni, a helyi szakértők válaszoltak, a helyi környezetet meg lehetett vizsgálni. A miskolciak számára ma már természetes, hogy földgázüzemű autóbuszok közlekednek, és hogy a gázüzemű járműveknek ingyenes a tankolás. A külföldi látogatók viszont sok mindenre rácsodálkoztak az MVK szolgáltatási igazgatója szerint. Maga az intelligens utastájékoztatási rendszer, a LED kijelzők rendszere a megállókban, az, hogy ott mondjuk kamerarendszer is üzemel, tehát a megállóhelyek forgalma így is nyomon követhető. Ez is egy olyan jó gyakorlatnak bizonyult, amelyben más országok is azt mondták, hogy igen, ez olyan dolog, amely átültethető és átvehető. Például a teljes miskolci villamos hálózat fejlesztés a románok, míg a valós idejű tájékoztatás és a villamos előnyben részesítése a spanyolok érdeklődését keltette fel. Ugyanígy mi is a másik négy városban olyan gyakorlatokat tudtunk megtekinteni és tapasztalni, amelyek Miskolcon bevethetőek és bevezethetőek. Példaként említhetem a kerékpárhálózat fejlesztését, vagy a kerékpárhálózat fejlesztésén belül olyan fejlesztéseket, amelyek a kerékpárosok mozgását figyelik, és ezáltal lehet tervezni az új kerékpárutakat. A projekttel a széndioxid kibocsátás csökkentése is cél, miközben a városban kevesebb lesz a dugó, és a kerékpárt is egyre többen választják. Dübörögnek a hazai vállalkozások, az 5%-os gazdasági növekedés a Kánaánt hozta el a KKV-k számára a VOSZ megyei elnöke szerint. Közgyűlésükön a munkaerőhiányról, a digitalizációról és a Magyar Nemzeti Bank 330 pontos csomagjáról is szó esett. Ravagu, Modin, Szikta, Bosch, ECM Clean, Ongropak, GS USA. Ez csak azoknak a cégeknek a sora, melyek az elmúlt bő két évben Miskolc környékén telepedtek le, vagy bővítették üzemüket. A Lufthansa Technik egy új céget alapított Magyarországon, egy új társaságot, ez a Lufthansa Technik Miskolc. A Lufthansa Technik Miskolcra költözése újabb sikertörténet. Az ilyen beruházások több százezer ember és több ezer vállalkozás életére is kihathatnak Miskolc alpolgármestere szerint. A fejlődést tovább tudjuk folytatni. Miskolc növekedési pályára állt. Most 23 megyejogú város közül a negyedikek vagyunk, a GDP pedig 7%-kal nőtt az elmúlt években. Ezt az alpolgármester szerint a vállalkozások is észrevették. Akkor azt láthatjuk, hogy olyan, és most már nem csak külföldi vállalkozások érkeztek Miskolcra, ki is merem mondani például a Spinto, de hogy egy külföldit is említsek, a GS USA Japánból, amelyek valóban innovatív, és olyan a 21. század kihívásainak és elvárásainak megfelelő technológiát és technikát hoznak Miskolcra, amellyel bátran állhatunk bárki elé, vagy bármilyen megmérettetés elé. A vállalkozási kedv különösen az építőipar indult be az elmúlt időszakban. A VOSZ megyei elnöke szerint egyedül a munkaerőhiánnyal kell megküzdeni. A tavalyi egy sikeres év volt, minden vállalkozás dübörög, gyakorlatilag a 5%-os gazdasági növekedés, a belső fogyasztás megindulása és kiterjesztése, ez a vállalkozások számára egy Kánaán.
Most mindenki, aki tud, dolgozik és próbálja a bevételeit megtöbbszörözni, illetve a nyerességét is növelni. Itt egyetlen egy gond van, a munkaerő hiány. Ezt Miskolcon például a foglalkoztatási paktummal próbálják orvosolni, de a szakemberek szerint az is fontos lenne, hogy minden cég nyisson a digitalizáció felé. A közgyűlésen szó volt még Varga Mihály 330 pontos versenyképesség és hatékonyság növelő csomagjáról is, ami teljes átfedésben van a VOSZ elképzeléseivel. A csomag céljai közt szerepel az évi 5%-os nettó reálbérnövekedés a KKV szektorban, és a munkanélküliségi rátát minden megyében 6% alatt szeretnék tartani. Sorra épülnek az új lakóparkok Miskolcon. A városban az új lakások nagyobb része már elkelt, de a használt lakások iránt is nagy a kereslet. Az utóbbi évtizedek legnagyobb ingatlan fejlesztése kezdődött el 2 éve a városban, a kereslet óriási, az árak emelkedése pedig már el is kezdődött. Az utóbbi 2 évben folyamatosan építik az új lakóparkokat Miskolcon. A lakások legtöbbjét már akkor megveszik, amikor az épület még kész sincs. A Dajka Gábor utcában például egyetlen üresedés sincsen, a hirdetések között is alig néhány új lakást találni. Az ingatlan szakértő szerint a kereslet folyamatosan nő az új lakások iránt, az árak is elkezdtek már emelkedni. Egy jó fél évvel ezelőtt a 360-380 ezer forintos négyzetméter ár volt, úgy nagyjából a plafon vagy ott megálltak ezek a dolgok. Most már átlőttük a 400 ezeres négyzetméter árat, és ugye ezek még azok a projektek, ahol az áfa kulcs még mindig 5%, de már itt is a 410-420-430 ezeres négyzetméter ár nem ritka, előfordul. A készülő projekteknél már 27%-os áfa kulcsal kalkulálnak a kivitelezők, a szakértő szerint ez tovább emeli majd az árakat. Az áremelkedést Miskolcon a használt lakások iránti nagy kereslet is generálja. A lakások egymás árát húzzák fel. Az állam új kedvezményekkel reagál erre a gazdasági helyzetre. Várható a július 1-től ezeket a hiteleket használt lakásnak a vásárlásához is igénybe lehet majd venni, ugyanabban az összegben. Tehát ez azt jelenti, hogy 2 gyermek vállalása vagy nevelése esetén 10 millió forintot, és nagy család vállalása vagy nevelése esetén 15 millió forintot lehet hitelként igénybe venni a használt lakások megvásárlásához. Az új lakásokra igényelhető támogatás így nyártól már a használt ingatlanra is felvehető. Az életminőség javítása mellett a kormánynak nem titkolt célja az is az új családvédelmi terve, hogy a demográfiai mutatók javuljanak Magyarországon. Egyetemistákat vártak a kormányhivatal nyílt napjára, az intézményben 7. éve szerveznek programokat diákoknak, jogász, gazdász és informatikus hallgatók ismerkedtek az ott folyó munkával. Kiemelek egy pár olyan szakterületet, amelyekkel akár önök is találkozhatnak a mindennapjaik során. A Miskolc Egyetem csaknem 30 hallgatójának. Ma Gerős Tóth Andrea, a főigazgató mutatta be a kormányhivatal munkáját. A jogász, gazdász és informatikus hallgatók számára állás lehetőséget is kínálhat a hivatal. Korábban már jártam ide ügyintézés szempontjából, viszont ide fentre még sosem merészkedtem, úgyhogy nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy egy kötelező program keretében most ezt megismerhetem, és érdekel tulajdonképpen, hogy itt mivel lehet foglalkozni a későbbi elhelyezkedésem szempontjából, úgyhogy nyitott vagyok erre az új lehetőségre. A kormányhivatal már 7. éve szervez diákoknak nyílt napot. Ma a népegészségügyi, a hatósági és a környezetvédelmi főosztály munkáját ismerhették meg a hallgatók. Az a kitűzött cél, hogy egy bepillantást kapjanak az egyetemisták a kormányhivatal működésében, ha más nem ügyfelek lesznek előbb-utóbb ők is, sőt lehet, hogy már most ügyfelek, illetve hogy kedvet kapjanak a közigazgatáshoz és ehhez a pályához, ami az ő tudásukhoz is igazodik. A Borsod-Zemplén megyei kormányhivatalban csak nem 2500-an dolgoznak. Az elintézett ügyek száma tavaly meghaladta az 1.900.000-et. Júliusig ingyen megtanulható a számítógép biztos használata, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége uniós támogatásból indított el a képzést Miskolcon, Kistokajban, Sajóörösön és Sajóládon. Képzéseikre elsősorban azokat a 45 és 65 év közöttieket várják, akik szeretnének jobban eligazodni a számítógép világában. Különböző webáruházak felületét meg fogjuk nézni. Ezeknek milyen
követelményei vannak, hogyan kell beregisztrálni egy-egy áruházba, például hogyan lehet rendelni. Molnár Péter pedagógus tart foglalkozást. Azt mondja, az idősebb korosztály nyitott és rendkívül érdeklődő a digitális technológia iránt. Én azt vettem észre, hogy nagyon sokan szeretnék kipróbálni, nem értenek hozzá sajnos, mivel hogy nem ebbe a korban nőttek föl, és emiatt nagyon érdeklődőek. A képzéseiken elsősorban olyanok vesznek részt, akik nem zárkóznak el a fejlődéstől, és készek az újdonságok befogadására. A mai világ ez az elektronikus ügyintézés felé megyen el, minden azon keresztül megy. Hát az én korosztályom ugyebár ez megérti, de azért jó, mindig tudnak újat mondani és tanítani, amivel könnyebbé tudjuk tenni a mai életünket. Eddig már mintegy 200-an, köztük a legtöbben Miskolcról vettek részt az órákon. A szervezők legalább 500 főt szeretnének elérni a képzéssel. Célunk az, hogy 45 és 65 év közötti hátrányos helyzetű személyeknek egy ilyen digitális alapkészséget tudjunk átadni. Jobban mondva, inkább úgy tudnám ezt jól megfogalmazni, hogy ilyen attitűdöt szeretnénk formálni, egy kicsit a digitalizáció világába bevonni őket, megismertetni őket a digitalizációnak a világával. Ha most már belegondolunk, akkor szinte mindenhol kell a digitális íráskészség. Júliusig heti 2 alkalommal ingyen megtanulható a számítógép biztos használata Miskolcon, a Grabowski, valamint a Jakab stúdióban. Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége uniós támogatásból indította el a képzést. A Diósgyőri Aréna lett 2018 legszebb stadionja egy építészekből álló nemzetközi zsűri szerint. A versenyben összesen 27 stadion volt érdekelt, a jelölteket 11 ország adta. A 2018-ban épült labdarúgó stadionok számára kírt szakmai versenyen ott volt az oroszországi világbajnokságon is látott létesítmény, vagy az Egyesült Államokban felépült stadionok. A Mokka vendége volt Potyondi Péter, Ibl-díjas építész, egyben a stadion tervezője, valamint Kriza Ákos. Miskolc polgármestere elmondta, a város számtalan értéket mutatott fel az elmúlt években, ilyen a Diósgyőri stadion is. Ez egy újabb olyan érték, amelyik Miskolcot, az egész várost erősíti. Ez tulajdonképpen a Diósgyőri Városközpont fejlesztésének egy újabb, az alapmomentuma, tehát ez az origó, innen fejlődik az egész terület, úgyhogy van mit kezdenünk vele, és az, hogy már ilyen, az a kezdőpont egy ilyen értéket képvisel, ez azt gondolom, hogy a jövőre kivetítve és sok eredményt fog bemutatni. Kiírták a nyílt közbeszerzést a multifunkciós kosárlabda sportcsarnok tervezésére és kivitelezésére, derül ki az uniós közbeszerzési közlönyből. Az új kosárlabda csarnok a DVTK stadion mellé épül. A multifunkciós épület 3300 fős lelátóval, 2 emelettel és 5 pályával jön létre Miskolcon. Előre gyártott vasbetonvász szerkezetből áll majd, és mintegy 4300 négyzetméteres lesz. A beruházó DVTK kosárlabda Kft. A tervezésre és a kivitelezésre várja az ajánlatokat. Családias környezetbe költözhet újabb 12 lakó a Baráthegyi Majorságban. A most átadott fűzfás házban fogyatékossággal élők számára nyitottak egy újabb életteret. A beruházás összességében 60 millió forint volt, ennek egyharmadát cégek, a Miskolci Önkormányzat és a szaktársa tette hozzá. Tóka János 1 éve dolgozik a Majorságban, mostantól pedig a fűzfaházban saját szobája is lesz, ahol zenélni is tud. Örülök, hogy van egy szép szobám, meg hogy a társakkal jól meg tudok barátkozni, és itt jól meg tudok velük élni. A Baráthegyi Majorságban mostantól összesen 60 fogyatékkal élőnek tudnak bent lakásos, otthonos körülményeket teremteni. Az átadott fűzfásháznak keresztelt épületben 14 szoba és egy nagyobb közösségi tér szolgálja az itt élők kényelmét. Jelen pillanatban 4 laknak ebben a házban, jövő héten is fog valaki érkezni, tehát egy közösségépítéshez időt kell adni, és ez a mi tapasztalatunk legalább egy 1,5 éves folyamat, amíg egybe szeretődik az a közösség, akik reméljük, hogy 50 év múlva is itt fognak lakni ebben a házban. Az alapítvány szakemberei több mint 400 családnak nyújtanak segítséget, sokféle szolgáltatással. Vannak, akik napközben is itt tevékenykednek, a gazdaságban lett munkájuk és fizetésük is. Az alapítvány az elmúlt 20 évben sokat
fokozatot tett azért is, hogy a fogyatékkal élők bizonyos fokig önálló életet élhessenek. Egy közösségnek az is megmutatja az erejét, hogy hogyan tud gondoskodni azokról, akik támogatásra szorulnak, akiknek az életükben van valamiféle nehézség. És azt hiszem, hogy ez az összefogásnak egy szép példája a mai napon. A nagy intézmények helyett a kisebb lakóotthonok létrehozását támogatja a kormányzat, emellett pedig segítik a fogyatékkal élők önálló életkezdését. Erről Fülöp Attila, a szaktárca államtitkára beszélt. Az önálló életet munkával, az önálló életet olyan szolgáltatással, ami elérhetővé válik annak is, aki valamilyen nehézséggel, fogyatékossággal küzd, akadálymentesítsünk szolgáltatásokat, fizikai épületeket. Ezt látjuk itt, azt gondolom, ebben a majorságban, most piciben és ebben az átadott intézményben is. Az elmúlt 8 évben 18%-ról 40% fölé nőtt a fogyatékossággal élők foglalkoztatása Magyarországon. Miskolcon a majorságban jelenleg 290 ember dolgozik, közülük 180-an megváltozott munkaképességűek. Miskolcon is több helyen szedtek szemetet az elmúlt napokban a TESZED, önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű országos szemétszedési akcióban. Komlóscsetőn például a diákok tettek a tisztább környezetért. Miskolcon tavaly nyáron létrehozták a zöld kommandót is. Szemetes zsákok minden kézben is irány az erdő. Több tucat diák szedte ma a szemetet Komlóscsető erdős területén. Minden szemét zsákba került ma itt, a teli zsákok egyre nagyobb halomban gyűltek. A Komlóscsetői általános iskolából jöttek a gyerekek, illetve a Kirián gimnáziumból van itt 18 gyerek, ők közösségi munkában szedik a szemetet. Fontosnak tartjuk, hogy környezetünk tiszta legyen, rendbe tartsuk, és igyekszünk a gyerekeket is erre nevelni, tanítani, hogy a szemetet ne dobják el, hanem a megfelelő helyre helyezzék el. Tégla, papír, alumínium doboz és még egy autókerék is előkerült az erdőből. Hiába működik Miskolcon, Közép-Európa egyik legjobban szervezett és ingyenes szolgáltatásokat is biztosító hulladékszállítási rendszere. Éves szinten mintegy 1000 köbméter illegális szemetet gyűjtenek össze Miskolcon. Ennek visszaszorítására hozták létre tavaly a zöld kommandót. A város évente 20 milliót költ a tiltott szeméthegyek felszámolására. Az önkormányzati rendészet, a rendőrség és a Mirehu munkatársai közösen ellenőrzik azokat a helyeket, ahol gyakori az illegális hulladéklerakás. Látjuk azt, hogy megelőzéssel léphetünk fel, és hogyha szükséges, akkor pedig természetesen szankcionálni is tudnak, és intézkedni is tudnak a helyszínen a kollégák. Itt heti rendszerességgel fognak ellenőrzést tartani, ebben a formában munkatársaink, de hangsúlyozom, hogy a mindennapi tevékenységünkben éjjel-nappal küzdünk az illegális szemétlerakókkal szemben. A szemetelés és az illegális hulladéklerakók visszaszorítása érdekében a kormány, a lakosság és a vállalatok összefogására van szükség Palkovics László szerint. Az innovációs és technológiai miniszter a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért szemléletformáló kampány megnyitóján azt mondta, a szemetelés egyik oka a kereskedelemben használt túl sok csomagolóanyag, ezért ezeket az anyagokat betétdíjassá kell tenni, egy most készülő jogszabálytervezet szerint pedig az illegális hulladék kihelyezés a jövőben bűncselekmény lesz. Évente több mint 30 kiló cukrot fogyaszt a lakosság nagy százaléka. A kettes típusú cukorbetegség kialakulásához a túlsúly, a genetikai hajlam, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a vérzsír eltérés is hozzájárulhat. Az egészségtelen táplálkozás, a vegyi anyagok fölszaporodása és a mozgásszegény életmód csak tovább ront a helyzeten. Az ebédnek a szénhidrát tartalma az kb. 70 g szénhidrát. A vacsorája póréhagymát, sonkát, szintén teljes körlésű kenyeret, gomolyát tartalmaz. A megyei központi kórházban fekvő egyik cukorbeteg étrendjét mutatja a dietetikus. Azt mondja, ahány beteg, annyiféle diétás menüt állítanak össze naponta. Amíg egy egészséges ember minimális, mondjuk napi egy csapot tevőkanálnyi cukrot azért elfogyaszthat, a cukorbetegnek semennyi cukrot nem szabad fogyasztania. Se otthon nem tehet az ételeibe, se olyan ételt, élelmiszert nem vásárolhat, ami hozzáadott cukrot tartalmaz. A hangvillavizsgálat a vibrációérzést mutatja, amely az idegek károsodását jelzi, vagy jelezheti cukorbajban. Hangvillával vizsgálnak egy cukorbeteget. A civilizációs népbetegség egyes típusa egy immunbetegség, inzulin hiányos állapot, míg kettes típusa környezeti ártalom, életmódból adódó genetikai hátterű.
Csak az egyik tünete, hogy valakinek magas a vércukra, hátrében ott áll a magas koleszterin és húcsraszint, és akár egy előre haladott érelmezesedés is. Míg 200 évvel ezelőtt körülbelül 0,5 kg volt az egy főre jutó évi cukorfogyasztás, ma 30 kg felett van. A mozgásszegénység, az elhízás, a stressz és a környezeti ártalmakból levő különböző vegyületek, értve ez alatt a növényvédőszereket, értve ez alatt a tartósítószereket. A főorvos elmondta, hogy a kettes típusú cukorbetegség mediterrán diétával, a cukorfogyasztás elkerülésével és a rendszeres fizikai mozgással elkerülhető. A kormányzati intézkedések közül kiemelte, hogy az elmúlt években hatalmas változások történtek a közétkeztetésben, a cukor és a só visszaszorításában is. Egy hermanos diák is képviseli Magyarországot egy vietnámi matematika versenyen. A magyar válogatottba két fordulós megmérettetésen választották ki két kategóriában a legjobb 6 diákot. A nemzetközi matematika versenyt áprilisban Hanoiban rendezik meg. A számológépen ehhez is van billentyű, és akkor mindenki megkeresi a számológépén az NPR billentyűt. Matematika óra a Herman Otto gimnáziumban. Egy középszintű érettségi, valószínűségszámítási feladatait oldja meg a táblánál a 8. Havasi Marcell. Rengeteget gyakorol otthon, szakkörön és Budapestre is jár felkészítésre. Ő is fogja képviselni Magyarországot a hannoi matek versenyen. Nagyon nehéz feladatok vannak, mert a vietnámi tananyag szerint zajlik a verseny, és ott komolyabban veszik a matekot, mint itthon. Úgyhogy itt nálunk 9 néhol 10-es tananyagnak felel meg az, amit csináltunk. 4 éve Marci osztályfőnöke és felkészítő tanára Juhász Attila. Ő is nagy kihívásnak tartja, hogy diákja ilyen rangos versenyen szerepelhet. Típus feladatokban például diofantikus egyenletekkel foglalkoztunk, másodfokú egyenleteknek az elemi megoldásáival, gyökök együtthatók közötti összefüggésekkel, tehát ilyen témakörökkel foglalkoztunk például szakkörön, ami majd az itteni anyagban csak tulajdonképpen 10-ben jönnek majd csak elő. A gimnázium a Miskolci Tankerülettől kapta a nemzetközi versenyre a meghívást. A selejtezők online fordulóval kezdődtek, ahol kategóriánként 21 tanulót választottak ki. Ezt követte egy kétfordulós verseny, ahol eldőlt, hogy ki az a 6 tanuló, aki Magyarországot képviselheti a megmérettetésen. Így jutott a legjobb 6 diák közé a 8. osztályos Havasi Marcell tanulónk, akire nagyon büszkék vagyunk, ugyanis nem csak az iskolánkat, hanem Miskolcot is képviselni fogja Hanoiban április elején ezen a nemzetközi matematika versenyen. A hanoi nyílt matematika versenyt 2004-ben szervezték meg először, 8. és 10. osztályos diákok számára. A megmérettetés tavaly óta más országokból érkező csapatok számára is nyitottá vált meghívás alapján. Vizet mindenkinek, ez a mottója idén a Vízvilágnapjának. Ez a rövid felkiáltó mondat jelzi, hogy milyen nagy kihívást jelent ma a világban, hogy minden ember számára elérhető legyen a tiszta víz. Magyarország helyzete ebből a szempontból kifejezetten kedvező. Erről is szó volt a Miskolci Egyetemen megrendezett konferencián. A víz az élethez nélkülözhetetlen természeti erőforrás. Erre az egyszerű igazságra mutat rá újra és újra a Vízvilágnapja. Ezt a napot 1993 óta világszerte március 22-én ünneplik. A Miskolci Egyetemen ünnepi konferenciát tartottak. A Műszaki Földtudományi Kar dékánja elmondta, a felszín alatti vizek vonatkozásában a legnagyobb hazai oktatási és kutatási intézmény a Miskolci Egyetem. Az országban egyedül itt található hidrogeológus mérnök képzés mesterszinten. Ez azt jelenti, hogy a felszín alatti vizekkel kapcsolatban foglalkozó mérnököket itt képezik Magyarországon. Az édesvíz készletet tekintve Magyarország kiemelkedő helyzetben van. A miskolciak pedig kifejezetten büszkék lehetnek Szűcs Péter szerint, hiszen a Bükknek köszönhetően kiváló minőségű a karsztvízkészlet.
A Mi Víz Kft. Folyamatosan arra törekszik, hogy minél jobb minőségű legyen a csapvíz. Vízbiztonságot nagyon nagy előtérbe helyezzük, egyrészt önerős fejlesztésekkel, beruházásokkal, illetve az elmúlt 10 évben 4 uniós keopos projektet sikerült elnyernünk. Az egyik ilyen például az ultraszűrős technológia kiépítése a tapolcai vízműnél, aminek köszönhetően kizárható a vízfertőzés, vagy a szennyvízhálózat 4 milliárd forintos fejlesztése. Miskolc zöld várost épít. Szerintem ez egy nagyon fontos feladat. Fliegler Péter szerint ahhoz, hogy tényleg zöld várost lehessen építeni, az egyik legfontosabb, hogy figyelembe vegyük azt a vízkészletet, amely Miskolc számára adott. Ezt a vízbázist, ezt a karsztvízbázist, ami a Bükkből ered elsősorban, nekünk meg kell óvnunk. Ez abszolút kötelességünk saját magunk és az elkövetkezendő generációk számára. A klímaváltozás miatt Miskolcon is több víz fogy a megfigyelések szerint. Egy évben körülbelül 11-12 millió köbméter vizet használunk el. Egy nagyobb testű kutya naponta akár 5 liter vizet is megiszik. A Miskolci Állatsegítő Alapítványnál jelenleg csaknem 300 gazdátlan állat van. Rájuk is gondoltak a Vízvilág napján. A Miskolci Vízilabda és úszósport képviselői pórázt ragadtak és sétálni vitték a telep lakóit. A Bükki Víz Közalapítvány pedig egy köbméteres víztartályt ajándékozott az alapítványnak. Ekkora bundával már a tavaszi langyos idő is felér egy forró nyári nappal. A Miskolci Állatsegítő Alapítványnál jelenleg mintegy 300 gazdátlan állat tölti mindennapjait. A Vízvilágnapján meglepetés vendégek érkeztek hozzájuk. A Miskolci Vízilabda és úszósport képviselői sétálni vitték a kutyákat. Egész kicsi korom óta nagyon-nagyon szeretem a kutyákat, viszont sajnos nem tarthatunk kutyát, mert pérházban lakunk, de bármikor, amikor kutyát látok, muszáj oda mennem simogatni őket. A séta a melegben csak úgy az igazi, ha időnként meg lehet állni inni is. És ha ez esetleg nem lenne elég, még az is előfordulhat, hogy az ivóvízből fürdővíz válik. Ezek a felvételek tökéletesen bizonyítják, mekkora szükség van a vízre, nem csak az embereknek, de az állatoknak is. A víz nem csak az embereknek, az állatoknak is lételemük, és szükségük van rá. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyén gyakran előfordul, hogy vízkorlátozás van, és nagyon nagy problémát tud okozni. Ez a probléma adta az esemény másik apropóját. A Bükki Víz Közalapítvány ugyanis egy köbméteres víztartályt ajándékozott a menhelynek. Ezt feltetik majd vízzel, és akkor ha baj van, esetleg nyáron, főleg akkor szokott baj lenni, akkor ebből tudják a terepet ellátni. Üszög Lajos hozzátette, ezzel azt szeretnék üzenni az embereknek, hogy ne menjenek el a szomjazó és az éhező állatok mellett. Kedves nézőink, heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát látták, tartsanak velünk egy hét múlva is, viszontlátásra!